Viszont most nagyon érdekes meccs, mert a teknős harcos Marius és Zsolt Palej mérkőzésen következik, aki viszont pont egy ilyen nagyon fürge játékos, úgyhogy... Hát igen, itt meglátjuk, hogy... Reméljünk, hogy Marius nem tudja érvényesíteni ezt a remek dobó technikáját, és utána kivárok akárhány percet típusú. Hát lényegében ott aztán az első fél perc alatt sikerült a dobás, és 5,5 percen keresztül. Csak ott jól el volt a másikon feküdve. Ugyanarra készül, de Zsoltnak talán annyival hosszabb a lába, hogy ő ugye biztos, hogy gárdát akar, nem akarja megdobni Máriuszt, hanem valamilyen módon köré tekeredni. Én kicsit Dávid és Góliát harcnak néz ez így ki. Igen, menekül is belőle Marius. Igen, nem akarta ő ezt, de már lenn vannak. Nagy a helyezkedés. Na, hova kerül Zsoltnak a lába? Most egyelőre pillangó gvárból dolgozik. Nagyon szépen Zsolt. Tolja ki magát, hogy ne tudja megszvípelni, sem pedig lábat feszíteni. De Márius se kell félte, nagyon szépen megy körbe. Majdnem jó a megforgatás, és rögtön viszi le még egyszer földre. És fönn is van. Ott is a kettő pont. Igen, ki kell tépni azonnal azt a jobb lábat, kinn is van. Na, most viszont vigyázni kell, hát hogy ne legyen feszítés. Hát, vagy eldőlés, mert ugye ez dobásnak számít innentől. Igen. Kettő-kettő. Viszont így abba a pozícióba kerülhet Marius, amiben nem akar. Hát ő ezt nagyon szereti, ezt a befeküdni gvárdba, azt nem csinálni semmit. Négy percen belül vagyunk egyelőre, 2-2. Lesz ebben most sajnos 4-2 is mindjárt. Ki tudja húzni azt a kezet, de talán nem. De, sőt, 5-2. Azaz. Sikerült igen sajnos kiúzni azt a lábat, 5-2 egyelőre Máriusnak, de hát sikerült ebből most visszajönni. Igen, most 5-4. Hát ilyenkor így kezd alakulni a hangulat egyébként a csarnokban. Igen, a biztos hátramenés, biztos 4 pontja helyett kezet támad Zsolt. Inkább befejezni idő előtt ezt a mérkőzést, ahogy elnézem, pedig olyan egyszerűnek tűnt volna az, hogy így hátra megy, és kell 4 pontot. Igen. Szép lassan meg lehet ez. Igen, hát a keze az megvolt. Sőt, ez még meg most is meg is van. Ott van belül, hát ez még át az már csak idő kérdése, de valamiért elengedi. Hát mert inkább fölülne rá egy mountba, biztos 4 pontért. De nem olyan egyszerű, az nagyon... Nagyon jól védekezik Marius. Hát neki úgy látszik ez a játéka. De támadni is jól támadott, tehát azzal se volt eddig probléma. Az ott kellemetlen lehetett beleesni a lágyékba. Így megy ez. Most kéne kiszedni igen azt a könyököt. 2 perc van hátra. Igen, nem ártan, hogy gyorsan csinálni egy pontot egy fölpattanással, vagy kipattintani a lábát. Fölugrani, vagy legalább egy side contour gyorsan csinálni, és akkor utána egy technikát. Bele kéne hallgatni, de hát Marius már megint megpróbál ilyenkor a lehető legkevesebbet mozogni, ami egyébként ugye nagyon idegesítő, de joga van hozzá, ha ez a stratégiája. Itt a kép sarkában egy pillanatra azt hittem, hogy pontot ad a bíró, de csak megvakarta az állát.
és kín van a láb. Ez alakul, megint kézre megy. Másfél percen belül vagyunk. Itt lehet hallani inkább a csapattársak. Ott készül a technika. Á, kivétte, megvan. És sikerült lekopogtatni. Hát ez nagyon szép. Nagyon bosszus Marius. Nem kell ez románul tudni, hogy milyen szavak hagyták el az előbb a száját. Én nem, tehát hogyha valaki folyamatosan védekezik és így kibekkeli a játékidőt, az ugye teljesen érthető, mert hogyha ezt kívánja a stratégia, akkor csinálja ezt. De így nézőnként én sokkal jobban szeretem, hogyha forognak, ugrálnak, harcolnak. És hála égnek itt nem sikerült összehoznia ezt a kibekkelős taktikáját. Hát újabb magyar aranyéremnek örülhetünk. Palej Zsolt egy feszítéssel. Megnyerte a kategóriáját.